Ez az Enjoy Budapest Café különlegessége a sokféle robot. Elsősorban ugye a robotpincérek és Pepper a szórakoztató robot. Vendéglátóhelyként mindig a legfontosabb a vendégélmény növelése, és mivel informatikai cég vagyunk, egyértelmű volt a választás, hogy robotokat kell tennünk egy kávézóba. Ezek a robotok pincérként, segédpincérként dolgoznak a kávézóban, az azt jelenti, hogy a pultos a megrendelt ételt, italt ráhelyezi a tálcára, beüti az asztal számát, és akkor a robot kiviszi oda, és automatikusan visszajön. Nézd, ott, ahol van ez a piros, az sivikas. Szia! Thank you, enjoy! Ezek a robotok önmagukban feltérképezik az adott helyet, van egy ilyen lézerszkenner bennünk, amivel ezt meg tudják tenni, utána emberi munkával be kell rajzolni a térképen azt, hogy milyen útvonalon közlekedjenek, be kell pozícionálni az egyes asztalokat, és onnantól kezdve viszont már automatikusan tud működni. Azt gondolom, hogy már megszerették a robotokat a munkatársaink. Először, mint mindenki, ugye fél attól, hogy valamilyen változás történik, de most már úgy megszerették, hogy gyakorlatilag, hogyha valami probléma van a robottal, akkor az kifejezetten akadályozza az ő munkájukat is. Hands up! Hands up! Amikor telt házunk van például, hétvégén leginkább, akkor nagyon-nagyon jól jön a segítsége, mert akkor nem kell kihangálni a tányérokkal, porrakkal, meg üdítőkkel, akkor tök jó, hogy a robotok felszolgálják őket, már csak leszedésbe kellene segíteniük. Fölmerül, hogy az emberek munkáját elveszik a robotok, de valójában arra kell gondolnunk, hogy régen is voltak ilyenek, amikor ugye megjelentek a mezőgazdasági gépek. Ma, hogyha visszanézünk a történelembe, akkor a munkáják 80%-át leváltották a traktorok. De ha nem lennének ma traktorok, akkor az emberiség fele ilyen halna.